köszönöm mindenkinek, aki itt volt egy napot, két napot, három napot. A konferenciának ezennel vége. A nyilatkozatot körbeküldtük. Nem kaptunk túl sok visszajelzést, de többen hozzászóltak, illetve Zsombor akkor egy egész szekciónak a nevében jelzett vissza. Küzdött is minden egyes pontért. Tehát akik részt vettek ebbe a szekcióba, jelzem, hogy Zsombor nem adta olcsón a bőrét, és minden egyes pontért megküzdött, hogy kerüljön be. Három, azt hiszem négy módosítást is sikerült elérjen a szekció nevébe, de volt több érdekes javaslat, például az egyik javaslat, ami részben benne volt az eleve az előkészítő anyagban is, de Janis, aki Ciprusról jött, és aki sajnos ezelőtt 30 perccel elindult vissza Ciprus felé, kihangsúlyozta, hogy de ugye az utóbbi időben nemzetközi szinten is oktatjuk a gyerekeket arra is, hogy nem csak védeni akarunk titeket, hanem nektek is van felelősségetek avval kapcsolatban, hogy mit csináltok az online térbe, és ezért ezt a pontot egy kicsit úgy szintén hangsúlyosabbá tettük, és ez egy vitatatlan, egy fontos dolog, hogy egy 16 éves gyereknek azért már azt is lehet mondani, hogy na jó, de hát Pisti, azért ezt nem kellett volna. És ez különben egy vitathatatlanul, addig, ameddig mondjuk azt, hogy 7-8 évvel ezelőtt mindig csak arról beszéltünk, hogy a gyerekek, fiatalok, áldozatok. Részben talán azért is, mert egy kicsit jobban értenek hozzá, mint a szüleik. Részben meg talán egy kicsit gyorsabban is fejlődnek az elmúlt évtizedekben. Ez egy fontos pont, hogy hát a gyereket nem csak védeni kell, hanem arra nevelni is, hogy azért ő is be tudja törni az ablakot, mondjuk így. Ez egy konferencia volt, ahol nagyon sok érdekes előadás elhangzott. Én nagyon nagyképűen Kolozsi Péternek, aki ugye hétfőn volt itt, és aktívan részt vett a vitába, megvédte az RTL klubnak a becsületét, csak részben sikerrel, és mondta, hogy na most rohan át Siófokra. Mondtam neki, hogy nyugodtan rohanjon csak, mert a pénz ott van, az ész meg itt. És ezen kicsit elgondolkozott, és legalább félig igazat adott, és mondta, hogy vitathatatlan az itteni előadások egészen más színvonalon és más stílusban zajlanak, mint akkor, amikor mondjuk én senkit nem akarok bántani, nem mondjuk, hogy a Telekom vagy az IBM képviselője előadja, hogy ők milyen nagyok és fontosak, de vitathatóan ők adnak megbízásokat több millió forint értékben kutatóknak. Mi ezt kevésbé tudjuk produkálni. A konferencia előkészítése is egy kicsit viharos volt, ezt így utólag elárulom. A kutatással, felméréssel volt egy kis probléma, és vitathatatlan, amikor elkészült az első anyag, akkor találtunk benne néhány hibát, és leültünk Bencékkel, és mondtuk, hogy hát sajnos ez így nem jó, de azt gondolom, hogy a végén azt az általa vezetett kutatócsoportot komoly dicséret illeti, mivel bravúrosan megismételték azt a részt, ami nem sikerült olyan jól az első körbe, sőt, mi több, a kutatás ezáltal felmérés jobb is lett, mivel csak egy része volt hibás, eredetileg mi azt a megbízást adtuk, hogy 2000 gyereket nézzenek meg, és végül 2500 lett ennek hatására, de vitathatatlanul az egy... Mondjuk úgy, hogy nekünk van egy lovasterápiás intézetünk, és ott szoktuk mondani, hogy ez egy nyújtott vágta volt, hogy beérjenek időbe a célba. Óriási erőfeszítéssel nekifutottak, megcsinálták, és az eredmény kiváló lett, úgyhogy gratulálok Bencének és a csapatának. Azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes előadás volt, ismétlem magamat, de ezeket az érdekes előadásokat szeretnénk olvasni is,
Úgyhogy még egyszer felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy körülbelül olyan 30 napon belül kérnénk az előadásokat írásban is. A Erika ugyan munkatársam, Gabos Erika, gondolom, hogy mindenkinek elmondta, de én nem győzöm kihangsúlyozni, mert az eddigi tapasztalat alapján, és az idestóva 18 év, mindig vannak 3-an, 4-en, 5-en, akit utána sokáig szekálni kell, hogy küldjék be. Ugyanakkor végén mindenki büszke arra, most már lassan ilyen vastag könyvre, ami mindegyes alkalommal megjelenik, amit mi megküldünk Magyarország összes könyvtárának, mondjuk úgy az összes döntéshozónak, és természetesen az előadóknak. Hölgyeim és uraim, 3 napos konferenciánknak vége. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, még egyszer köszönöm, hogy dolgoztak a konferencia érdekébe, azért is, hogy jó előadásokat tartsanak. Jó utat kívánok hazafelé, és mielőtt elindulnak egy utolsó kávéra, tejára, kakaóra, szívesen meghívjuk Önöket. Köszönöm szépen, és köszönöm a technikának is, aki 3 napig keresztül kitartott. Köszönöm szépen.